Azt vallja, fuvolán bármit el lehet játszani, és ezt rendre be is bizonyítja. Ebben olyan világsztárok vannak a segítségére, mint Aldi Meola vagy Natalie Cole. Egy muzsikus, aki mert és mer nagyokat álmodni. Egyszer Müller Péter úgy bíztatta őt, szárnyai babám szabadon, és ő megfogadta ezt a tanácsot. Horgas Eszter fuvolaművész van itt. Láttam egy koncertfelvételt, ahol mezítláb fuvolázott. Igen, előfordul velem ilyesmi. Ennek van valami tudományos magyarázata? Nincsen semmiféle tudományos magyarázata. Attól függ természetesen, hogy mit játszom, de hogyha megengedi az anyag, borzasztóan szeretek mezítláb lenni, mert tulajdonképpen a talpon keresztül is veszem a levegőt, és nagyon fontos nekem, hogy miközben, szóval az úgy néz ki a fuvolázásnál, hogy a test az tulajdonképpen megfeleződik, és ugye a rekeszt használjuk a légzéshez, és én azt szoktam tanítani, és hogy innentől lefelé a földhöz, a materiához kell, hogy kapcsolódjon a testünk, innentől fölfelé viszont az égiekhez, és szabadon szárnyalni kell. De ahhoz, hogy ezt teljesen el tudjuk engedni, tehát itt az izmokat, és tényleg szárnyalni tudjunk, ahhoz a lenti résznek nagyon stabilnak kell lenni. Ezért, hogyha mezítláb vagyok, akkor még inkább érzem a talajt, és szinte, mint hogyha a földből is szívhatnám az energiát. Szíve szerint majdnem mindig mezítláb fuvolázol? Én imádok. Sajnos csak aztán vannak olyan helyzetek, meg nyilván olyan termek, meg olyan előadások, amikor ez nem lehetséges. Marek Miki, akit nagyon-nagyon szeretek, és ugye ő volt a Carmen és a Mária nagy produkcióknak a karmestere és zenei munkatársam, ő például rosszul van ettől, hogy én imádok mezítláb játszani, azt mondja, hogy egy igazi nagy művésznő az nem áll ki mezítláb. Ebben nem értünk egyet. Én azt hittem, hogy azt akarja ezzel üzenni, hogy nem ismer korlátokat, amikor fuvolázik. Tehát annyira nincsenek határok. Feszegeti a fuvolázás határait is. Nem. Ez egyszerűen csak egy nagyon jó feeling, úgyhogy amikor pont Natalie Cole-lal játszottam tavaly nyáron együtt, és egy adott ponton a Natalie levágta a cipőjét, és mezítláb kezdett énekelni, akkor azt mondja, na ez az a csaj. Igen. Ez az én emberem. Szóval nem véletlenül dolgozunk mi együtt. Tehát van tényleg, vagy Bobby McFerrin is. Tehát hogy van az állapotnak egy olyan szintje, amikor az embernek már tényleg minden, amilyen fölösleges, és egy tűsarkú cipő sajnos megkönnyűleg nagyon szép, de sokszor tényleg fölösleges, vagy gátja lehet annak, hogy teljesen szabadon az ember odaadja magát, akkor amikor eljön az állapot, akkor le a cipővel. Ahogy Fülig Jimmy mondta. Mit okoz önnek a fuvolázás? Szóval olyan szenvedéllyel és olyan határtalan szabadsággal csinálja ezt, ez egy semmilyen sem hasonlítható örömforrás az ön esetében? Azt kell, hogy mondjam önnek, tehát ezt még talán én nem is fogalmaztam meg, de így nem tudok én készülni beszélgetésekre, mert szeretem mindig azt mondani, ami éppen... Az a jó, csak bátorítani tudom. Köszönöm, jön, és most az jutott eszembe, hogy nagyon érdekes dolog az, hogy én kiskoromtól kezdve én nagyon félős gyerek voltam. És tulajdonképpen a mai napig ez van, pedig most már anyukaként olyan határozott válaszokat kéne adnom bizonyos kérdésekre. És hogy mindig van bennem ilyen bizonytalanság. Tehát mindennel, vallásokkal, hittel, matéria, szellemi dolgokkal kapcsolatban, hogy akkor... Hogy pontos definíciókat hogyan tudnék én megfogalmazni, mert egyértelműen azt mondom, hogy igen, ez így van, ez igaz. És nagyon-nagyon bizonytalanka vagyok. A mai napig ez így van, de amikor kiállok a színpadra, és tényleg megtörténik az a csoda, amire minden koncertkor vágyom, és ami hál' Istennek most már megkaptam párszor, amikor azt érzem, hogy én tulajdonképpen már nem létezem, hanem rajtam keresztül szól a zene. Tehát, hogy tényleg egy jó értelemben vett eszköz lehetek, és alkalmas arra, hogy rajtam keresztül tényleg valami üzenetet kaphassanak az emberek, akkor egyértelművé válik a létezés. A kérdéseimre mondjuk érzés szinten, de mégis nagyon pontos és nyugodt és biztonságos érzés fog el. És ez nagyon fontos, mert tulajdonképpen a zene, úgy tetszik nekem, terápia, az igazság, a hit, a szeretet, tehát minden fontos dolog, vagy amiért azt gondolom, hogy érdemes élni, vagy embernek lenni, az nekem ott
ott megjön a válasz, hogy ez hogy is van, és miért is van. És hát ez egy őrületes nagy jutalom. Tehát én nagyon sokszor azt szoktam mondani, hogy ha létezik előző élet, akkor biztos valami nagyon-nagyon jó cselekedetet hajthattam végre, hogy ez a sorsom, hogy én zenészként élhetek, és színpadra állhatok, és újabb feladatokat tudok magamnak is kitalálni, meg hát nyilván meg is találnak. Egy évben mondjuk, meg tudnám mondani, hány olyan nap van, vagy hét akár, amikor nem veszik észbe a fuvolát? Hát nagyon-nagyon kevés. Tehát az az igazság, hogy nekem a fuvolával már van egy olyan, hát olyan kapcsolatom, mint hogyha a testrészem lenne. Tehát mi nem megyünk nyaralni fuvola nélkül. Oda is elviszi? Igen, de hogyha azt mondom magának, hogy én este, amikor lefekszem, akkor is fölviszem magammal. Ugye egy kétszintes házunk van, és ott alszik velünk. Tehát, hogy ugye nekem volt egy nagyon rossz tapasztalásom, az első mesterhangszeremet ellopták, tehát követett valaki, és az olyan szinten megbillentett, ugye, amit itt mondott Müller Péter, hogy idézte, ő nagyon-nagyon sokat segített nekem akkor, én nagyon megrecsentem ebbe a történetbe. Ha már itt tartunk, később akartam erről beszélni. Van valami hír azóta, vagy van arra remény, hogy ez megtaláltasson? Semmi. Voltak ilyen, egyszer pár évvel ezelőtt a Mátyás templomban játszottam, és akkor valaki jött, hogy Németországban megtalálták, és akkor teljesen átfelizgultam. Bár nagyon érdekes, mert ugye most már van egy másik hangszerem, amihez szintén kialakult egy nagyon-nagyon erős kötődés, és ez egy egészen más hangszer, bár márkára ugyanott csinálták, ugyanazok a szakemberek, és mégis egy egészen más lélekkel létező hangszer. Tehát borzasztóan zavarba lennék, ha meg találódna, vagy valahogy nem lehetne kerülne. Dönteni már a kettő között? Tehát annyira hozzánőtt ez, hogy tulajdonképpen... Hát ez nagyon-nagyon más hangszer. Van egyébként egy tartalék hangszerem, de az igazság, hogy soha nem veszem elő. És éppen most is ugye egy nagy mexikói turnéra készülünk, egy 3 hetes mexikói turnéra, és hát azért Mexikó nem minden esetben egy könnyű hely, bár 5 csillagos szállodákba fogok lakni, és teljesen biztosítva lesz ugye a fuvolám és minden egyéb. Mégis úgy megfordult bennem, hogy nem lenne jobb a tartalék hangszert kivinni, és azt hiszem, hogy nem bírnám ki a hangszerem nélkül, tehát amin játszom. Tehát ez egy annyira... fura erről beszélni egyébként civileknek, mert szerintem nem is nagyon lehet érteni, hogy lehet egy tárgy, hogy ez egy hangszerhez ilyen szorosan kötődni. Tehát akinek, aki olyan, mint a testrészem, olyan, mint hogyha megkérdezni, hogy de most tényleg a karját azt így mindig mindenhová viszi magával. Szóval egyszerűen rosszul érzem magam, hogyha nincsen velem. Tehát egy ilyen... Hát nagyon rossz érzés, tehát egyszerűen bizonytalannak érzem magam, és nagyon-nagyon rossz, hogyha nincsen velem. Akkor, amikor ellopták, az igaz, hogy az is megfordult a fejébe, hogy úgy, ahogy van, abba hagyja a fuvolázást? Igen, tehát ebben segített nekem akkor nagyon Müller Péter, mert hát azt hiszem, hogy eléggé spirituális ember vagyok, és én nagyon figyelek arra, hogy mik történnek velem, és akkor annyira megrecsentem ettől, mert azt éreztem, hogy egy ilyen drasztikus és durva dolog, tehát az a fuvola is mindig rajtam volt. Tehát, hogy így a testemen. És az a 2 perc volt, amíg megkérték, hogy segítsek, és rá lett zárva az a kocsira biztonsági riasztó, és annyi volt csak, hogy hátot fordítottam a kocsinak, a kertbe bementem, az óvőnők a kezembe adtak egy cuccot, és ez alatt valaki, aki követett, betört az ablakot, és kirántotta a hangszert. És én azt éreztem, hogy ez, tehát az, hogy valaki így rám szól, követ, elveszi. Ez egy rajongó nem lehetett? Hozzá. Hát nekem az a gyanúm, hogy igen. És azért is nincs nyoma, mert nemzetközi körözés, tehát ez egy számozott hangszer, eladni nem lehet. Ez 10 millió forintot ért, ugye? Igen, ez egy aranyozott fuvola volt. Tehát igen. Akkor nem a haszonszerzés. Arany. Igen. Egy fantasztikus mesterhangszer volt, egy csodálatos. És akkor én azt éreztem, hogy ennek biztos oka van, hogy ez történik velem, és hát a legrosszabbra gondoltam, hogy akkor azt üzenik nekem az égiek, hogy ennyi volt, tehát hogy nem kell tovább. Utána volt egy fellépésem, ahol kaptam egy idegen hangszert, és annyira szorítottam a hangszert, hogy elkezdett vérezni az ujjam, és így
tiszta vér lett angszer, és akkor volt ez, hogy jöttem, és így zokogtam, és ez az egész olyan horrorisztikus volt, és valahogy azt éreztem, hogy akkor ezt nem kell, szóval ezt így nem szabad, tehát, hogy valaminek úgy látszik, hogy vége van, és egyébként feltehetően tényleg vége is volt, csak hát amit ugye nekem a Müller Péter tanított, hogy azt, amit az ember tud, vagy ami belül van, azt nem lophatják el. Tehát, hogy ebből a történetből pont azt kellett volna megtanulnom, hogy nem szabad ilyen rettenetesen kiszolgáltatottan csüngeni egy tárgyom. Ilyenkor az emberben az is megfordul, hogy a hangszerével együtt egy picit a tudását is elvesztette? Hát én teljesen azt értem meg. Tehát én azzal a hangszerrel én azt egy tanítomnak tartom, mesteremnek. Tehát olyan, amikor elkezdtem rajta játszani, ez egy nagyon érdekes, mert ugye a mesterhangszerek nem tudnak játszani kezdők. Tehát az attól, mert valami mesterhangszer, az nem azt jelenti, hogy fú, hát akkor az a sokkal könnyebb, az a sokkal nehezebb játszani, mint egy tanuló hangszeren. És én borzasztóan sokat szenvedtem vele, mire megadta magát, és akkor viszont, mint egy paripa elkezdett velem szárnyalni. Tehát borzasztóan sokat kaptam tőle, és tanultam. És egyszerűen tulajdonképpen ez az egész út és egész gondolkodás, hogy a hangszeren mindent el lehet játszani, és hogy fuvolán bármit, bármilyen állapotot utána olyan erőre kaptunk, hogy egy egész operának neki estem, és átdolgoztuk, tehát hogy bármit. És nekem ezen az úton ez a fuvola volt a mesterem, aki vitt magával, és azt mondta, hogy gyere, és ezt is borzasztóan sokat kellett gyakorolni rajta, és megkínzott. És aztán, amikor ezt csak eltűnt az életemből, akkor nem találtam a helyem, tehát fogalmam se volt, hogy akkor én most így nélküle hogyan tovább. Ez milyen hosszú időszak volt? Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a fuvolámat Halloween-kor lopták el. Egyébként ez is, tehát hogy annyira az életemben így minden összefügg. Tehát én azóta is utálom, tehát a szellemeket és mindent, tehát hogy akkor november 1-én ellopták a fuvolámat, és utána rögtön volt két nagy bemutatóm az Erkel Színházba borzasztóan sok közreműködővel, és én azt, mert nagyon érdekes egyébként, mert készült belőle lemez, és nagyon szeretem ezt a lemezt, de mégis én azt úgy élem meg úgy emlékszem arra vissza, hogy mint egy ilyen kísértet. Tehát úgy játszottam rutinból, és próbáltam mosolyogni, de láttam ki a plakátokat, hogy ott mosolyog egy fuvolista, és közben belül meg zokogtam. Tehát, hogy olyan iszonyú diszonancia volt az életemben, és nagyon-nagyon pocsékul éreztem magam. És ez volt novemberben, december, január, és februárban elkezdtem álmodni. És álmodtam mindig ugyanazokat hajnalban, ugye a Carmenről. Tehát se hangszerem nem volt, se semmi, és egyszerűen eljöttek ezek az álmok, és hát ugye ebből lett a nagy Carmen előadásunk Aldi Meolástól, 200 közreműködött nemzetközi siker, tehát ott indult be igazából nekem a karrierem. Tehát volt egy ilyen gyász, egy teljes meghalás, amiből tulajdonképpen az álmok, Müller Péter, nagyon-nagyon sok olvasás, nagyon sok sírás, de mégiscsak valami egészen elképesztő magasságokba. Tehát olyan magasságokba jutottam, megint csak a zene által, és aztán az új hangszer által, amit álmomban nem gondoltam volna. Sors azért kiegyenlíti ezeket a hát bajokat, igen, erre szokták mondani, hogy az egyik ajtót becsukják, de aztán megkinyitják. Tehát, hogy semmi se történik véletlenül. Említette, hogy nagyon sokat gyakorolt. Mai igen. Napig ön mennyit gyakorol? Tehát hát ez nagyon szinten... vált, persze. Nagyon vált. Egy hangszeren soha nem lehet megtanulni játszani. Tehát én ezt a növendékeimnek is tanítom. Tehát ennek az útnak akkor vége van, hogyha az ember azt hiszi, hogy ő már tud ezen a hangszeren játszani. Ön szintjén, egy ilyen szintű zeneművésznél, sőt, akkor az ön esetében. Ön például jobban fuvolázik, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt? Remélem. Ezt mondom. Tehát, hogyha nincsen fejlődés, és nem tudok egyre meghökkentőbb, és egyre olyan dolgokat kitalálni, tehát nagyon imádom, amikor azt írja a kritik, hogy ezt nem lehet lejátszani fuvolán. Tehát, hogyha az ember nem talál magának újabb és újabb feladatokat, és újabb kihívásokat, amire
még többet kell gyakorolni, még több szint, még virtuózabb dolgokat. Ez az is mérve egyébként? Azt akartam kérdezni, hogy hogy méretődik azzal, hogy valaki jó fuvolaművész, nagyon jó vagy a legjobb, tehát virtuózabb, a technikai tudása jobb, pontosabb, jobb előadó? Ezek mind együtt. És egyre mélyebbre kell menni. Tehát hogy még egy olyan anyagnál is, ugye most volt legutóbb a régi filmzenei slágereket dolgoztunk fel. Mi elsőre, hogyha az ember hallja, mindig az a perc, szomorú vasárnap, kétszer kettő, néha öt, kislány kezeket fel. Tehát, hogy jaj, ez most miért olyan nehéz? De hát remélem majd, hogy megjelenik a lemez, akkor mindenkinek leesik az álla, mert ezekből a nagyon népszerű és nagyon egyszerű melódiákból, hogy milyen művek születtek, az tényleg engem is meghökkentett. Tehát borzasztóan jól sikerültek az átíratok, és rettenetesen sokat kellett gyakorolni, mert mondjuk, amit a kislány kezeket fel, én is, amikor ezzel elkezdtünk dolgozni, azt mondtam, hú, ez a tempó, ez. Tehát, hogy technikailag olyan kihívások elé állított vagy, amit a szomorú vasárnap, borzasztóan nagy fúval a szólóval indul, és utána ezt a dalt eljátszani fúvolán, ami ugye nem annyit jelent, hogy pa-pa-pa-pi-pa-pa-pi-pap, tehát hogy csak lejátsza az ember a dalt, hanem olyan díszítésekkel, olyan kifejezéssel, tehát hogy a tartalmát, azokat az állapotokat mind szandban, mind különböző színekben meg tud mutatni, az borzasztó nagy felkészülést igényel. És ön például miket gyakorolt? Tehát a már tudott darabokat tökéletesítve, vagy folyamatosan új kották után néz, azokat próbálja? Hát folyamatosan, tehát azt most azért elmondhatom, hogy az elmúlt 10 évben szerintem minimum a triplájára nőtt a fuvola irodalom. Ezt tudni kell egyébként, hogy az eredeti fuvola irodalom az rettenetesen szűk, tehát most ugye a múltba, hogyha visszamegyünk, tehát eleve a fuvola az nem számított soha szóló hangszernek, tehát mondjuk amit egy zongora, vagy egy hegedű, vagy egy énekirodalom, tehát az ember egy életen el van. Még egy zongorista, csak a Beethoven darabokat előveszi, akkor már azzal teljesen jól el van élete végéig. Na, ez nekünk nem jutott. Egyáltalán a fuvolára nem tekintettek úgy, tehát a 19. században ilyen zenekari hangszernek, a barokk korban meg inkább kamarazenére, meg ilyen kis szalon kamarazenére használták ezt a hangszert. Nem is tudta azt, amit most, tehát ezt hangsúlyozni kell. Tehát mondjuk egy barokk fuvola annyira hamis volt, vagy később is, hát Mozart rühelte a fuvolát, mert olyan borzasztóan hamis volt. Tehát ugye nem volt jó a konstrukció, vagy hát ahhoz képest, amit ma tud. Tehát mondjuk egy barokk fuvolán nem tudnám megcsinálni azokat, amiket ma. Tehát nagyon sokat fejlődött a hangszer, és hát nagyon sok mindenre rá lehet jönni, hogyha az ember azon dolgozik. Tehát egyrészt úgy visszakérdésére, tehát a gyakorlásom az egyrészt abból áll, hogy állandóan újabb és újabb feladatokat, újabb és újabb darabokat dolgozunk föl, születnek, én magam is írok, iratok, zeneszerzők, kitalálunk előadásokat, koncepciókat. Másrésztről megvan egy állandó technikai fejlesztés, tehát hogy hogyan lehet annyira ellazítani az izmokat, és egy olyan úgy használni az embernek a testét, hogy ne zárja be a hangokat, hogy ne, tehát hogy a tested az tényleg a rabszolgád lehessen, a szellemnek és a léleknek hogy a rabszolgája. Az legyen, és azt csinálja, így van, tehát hogy ugye annyira laza legyél, és annyira tud használni a kezedet, hogy az tényleg le tudja követni azt, amit érzel. És ugyanez vonatkozik a hangszínekre is. Ezekről nagyon nehéz beszélni, de tehát az izmokat, a levegőt úgy használod, hogy el tud játszani azt, hogy mi az, hogy halál. Hogy mi az, amikor tényleg mondták, hogy te sírtál is, mert olyan, mintha sírnál, vagy még nem láttak olyan fuvolistát, aki nevet. És igazából nem tudok nevetni, úgy fuvalázás közben, hiszen akkor nem tudnám fújni, és mégis az jön le az embereknek, mert nyilván a mimikával meg a játékmóddal olyan, mint hogyha nevetne a fuvola. És ezt minden állapotra el tudom mondani, tehát hogy el kell tudni a fuvolán, ugyanúgy, mint egy színésznek. Tehát hogy ez nekem ilyen veszőparipám, hogy a 21. századi előadó művészet, tehát attól, mert valaki egy hangszeren lejátszik valamit, az már kevés. Tehát, hogy a színpad az nagyon-nagyon sok mindenről kell, hogy szóljon. Tehát valaki bemegy, és leül a nézőtére, és lát egy színpadot, akkor ott például az a tanítás, amit nekünk a Zeneakadémián tanítottak, hogy nem szabad túl csinosnak lenni, nem szabad túl szépnek, mert ezek mind elviszik a figyelmet ugye a zenélésről. Ezek butaságok.
Én azt gondolom. Tehát, hogy a színpad az egy komplex dolog, és amikor valaki azt nézi és hallgatja, akkor minden szinten a hallgatót el kell trafálni, hogy úgy mondjam, tehát élményt kell neki adni. Ön szerint hány komoly, számottevően jó fuvolaművész van a világon? Hát nagyon sok nincsen. Abban a műfajban, amit én képviselek, nem ismerek mást. Klasszikus fuvolisták nagyon jók vannak, és főleg nagyon jók voltak. Engem is tanított például Jean-Pierre Rampal, aki egy, hát azt mondják, ugye ő a fuvolisták királya, ő volt, de ma is velem egy idős van, egy fantasztikus jó francia fuvolista fiú, Pahud, akivel egyébként együtt voltunk annó még külföldön kurzuson. Tehát nekem nagyon érdekes, hogy az a világ, ahonnan én jöttem, tehát a klasszikusok mondjuk így, ott ugye ismerek is jó néhány embert, nagyon tisztelek is, de az már egy egészen más út, mint amit én gondolok előadó művészetről. Tehát éppen most tavaly meghívtam egy müncheni professzort, mert tanítok is a konzervatóriumba kurzusra, és ő is azt mondta, hogy ő nem ismer rajtam kívül olyan fuvolista előadót, aki tényleg az előadó művészetből él, most csúnyán kifejezve. Tehát, hogy mert vagy zenekarba játszanak, tehát a legtöbb szólófuvolista, mert hogy a klasszikus irodalom nagyon kevés, tehát abból nem lehet egy életen át megélni, hogy van két Mozart fuvola verseny. És arra például mi a magyarázata, hogy gyakorlatilag 18 éves korától fogva hát megtalálják sorra a világsztárok? Beszéltünk itt Aldi Meoláról, Natalie Corról. Ez nekem megint ilyen spirituális dolog, és ráadásul ami nagyon furcsa, hogy olyan sztárokkal dolgozhatok együtt, vagy leszek így nagyon jobb, akikre én kicsi koromban itt nagyon-nagyon fölnéztem. Tehát van már ezt említi, én így külső szemlélőként azt észrevettem, hogy mindig van önben egyfajta ilyen gyermeki rácsodálkozás, vagy rajongás. Tehát Aldi Meoláról úgy beszél, mintha nem a kollégája lenne zenésztársa, hanem egy rajongó. Mert én ezeket a művészeket borzasztóan tisztelem. Amúgy is van bennem mindig ilyen, ez gyerekkoromtól kezdve az idősebb emberek felé, vagy a mesterek felé, tehát mindig nagyon kerestem mestereket. Amikor felvettek a Zeneakadémiára, akkor egy év arról szólt, hogy csak így néztem Ádám Kurták György után. Tehát nem mertem hozzá oda menni, mert ő nem tanított egyáltalán fúvosokat, csak zongoristákat és hegedűsöket, és azokból is csak a különleges tehetségeket, de én mindig csak bámultam a folyosan, és úristen, tehát ilyen halálszerelmes voltam, hogy idézőjelben, de úgy nagyon-nagyon fölnéztem, és aztán ott is ugyanez volt, hogy teljesen véletlenül bejutottam hozzá, meghallgatott, felvett, és nála tanultam, és hát csodálatos élmény volt, és tudnék jó pár ilyen mestert mondani az életemben, és nekem Natalie Cole is, vagy Aldi Meola is, tehát ugye ők azért más generáció, és tényleg megvan a mai napig, tehát én akármennyire lehetek népszerű, vagy sikeres, az a fajta tudás, vagy az a világ, ahonnan ők jöttek, vagy amikor én kicsi voltam, és már ők ott voltak, az emberben nem múlik el. Egyébként a színpadon ugye nincs ez a fajta tiszteletadás, hogy ez a fajta... Tiszteletadás van. Én egyébként nem vagyok ilyen rajongójakat, hanem nagyon-nagyon tisztelem a zenész kollégáimat is, a növendékeimet is, tehát akik valamit letesznek az asztalra, főleg a mai világban, és igazi teljesítményeket nyújtanak, én attól így teljesen leborulok, és meg kell mondjam, hogy nagyon, nagyon fontosnak is tartom, mert hát ugye ez már szinte közhelynek számít, hogy hihetetlen, hogy mennyi ember mutogatja magát a semmiről. Tehát, hogy nincsenek se munka, se teljesítmény, se tudás, se szeretet, se semmi, csak az üres téboly, és abból élnek. És ez szerintem borzasztóan kártékony a világra nézve. Tehát, hogyha vannak olyan szellemi erők, és olyan teljesítmények, amire föl lehet nézni, és ami példamutató lehet, én azt nagyon-nagyon értékelem, és hangot is adok neki. A zenész szakmában úgy hírlik, hogy ön például kimondottan kényes arra, hogy csak olyan emberrel áll színpadra, akivel tökéletes az emberi összhang. Igen. Egy bizonyos nívó fölött nem másodlagosak az emberi kvalitások? Ezt nagyon sok profi mondja nekem, és ezért cikizni is szoktak. Tényleg? Igen, mert én nem tudok úgy. Szóval én annyira nem tudok kamuzni a színpadon, és megélni abból, hogy profi vagyok. Tehát nekem az olyan kevés, én annyira kiborulok, hogyha nem történik meg egy este az, hogy érzem, hogy ízzik a közönség, és köztünk a levegő, és tényleg valami
Szóval nekem tényleg ez egy ilyen csodálatos állapot a színpad. Hiába állok most már évente majdnem egy 100-szor színpadra. Most meg kell mondjam például, hogy megyünk Mexikóba, borzasztóan félek, mert 3 hét alatt 15 koncertünk lesz. Tehát majdnem, hogy minden este játszunk, és én ezt utálom. Mert annyira fontos nekem az ünnepélyessége. Tehát az, hogy így hetente 3-4 koncertnél, ha több van, akkor már nagyon könnyen átcsúszik abba, hogy rutinból menjenek a dolgok, és az borzasztó, borzasztó. Egyébként kell, és szimpátia kell a kollégával kapcsolatban, vagy kell valami cinkosság, valami ezen nagyon cinkosság? Jó szó, így van. Tehát gondolj el, hogy én amikor akár rázok, akár valami, tehát hogy legbelülről hozom elő az érzelmeket, és akkor ránézek a társamra, és ott nem tudom vele ezt a bizonyos cinkosságot elérni, az borzasztó lenne. És jó pár zenésztársról emiatt lemondtam. Tehát tényleg nagyon sok lehetőségtől, és mondjuk lehetőségről, egy pénztől is elesett, módon? Abszolút, éppen tegnap előtt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy engem nem érdekel ilyen szinte még milliók se. Tehát, hogyha valakivel nincsen közös utam, nincsen közös szellemi mondani valónk, akkor mi nem, tehát én nem fogom becsapni a közönséget, mert az biznisz, és engem a biznisz nem érdekel, tehát engem a művészet érdekel. Nem vágyom semmi olyan anyagi történésre, ami annyira fontos lenne, hogy azért én eláruljam a belső hitemet. És azért nem, tényleg nem, inkább nem játszom. Tehát ezen nevetnek a zenésztársaim, és hála jó Istennek olyan helyzetben vagyok, hogy nagyon sok emberrel vagyok nagyon jóba, de vannak, akik azt mondják, hogy ez tök dilettáns dolog részemről, hogy nem vagyok képes lerakni rossz érzéseket, vagy valaki, szóval nem vagyok rá képes. Ezzel szemben, amikor tanít, kimondottan olyanokat szeret a szárnyai alá venni, akik kicsit problémásak, nehezen kezelhetők. Ez azt jelenti, hogy a tanárdiák viszonyban nem árt, ha van egy kis feszültség? Az nem feszültség, tehát én hát remélem, hogy nem tűnök nagyképűnek, de pont ez a közép, tehát hogy konzis korosztály, tehát az azt jelenti, hogy 14-től 18-ig talán az egyik legnehezebb időszak az életünkben, szerintem mindannyiunkban, szóval ez a bizonyos kamaszkor. És valahogy nekem jó érzékem van ez. Na, most tényleg nem akarok beképzeltnek tűnni, de hogy van egy fogékonyságom erre a korosztályra. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, és azt hiszem, hogy ők is nagyon szeretnek engem. Tehát túl itt a tiszteletes, minden olyan dolgokat megosztanak velem, hogy egészen megdöbbentő. Tehát a szüleikkel nincsenek ilyen őszinte kapcsolatban, és ez meg nekem nagyon fontos is, mert akkor tudok igazából segíteni egy gyereknek. Akárhogy nagy fuvarista lesz, mert most már nem egy növendékem van egyébként külföldön is, és zeneakadémián is itt ottam volt. Személyiséget is nevel? Abszolút, abszolút. És hát azért lássuk be, hogy nagyon kevés gyerekből lesz művész. Tehát ugye itt lesznek tanárok, lesz olyan is, aki esetleg csak hobbiból fuvalázik, de nagyon fontos, hogy milyen ember lesz belőle. És én erre nagyon figyelek a tanításnál, tehát hogy én embereket nevelek, gyerekeket, és ezért van az valóban, hogyha valaki problémásabb, akkor én attól nem ijedek meg, vagy nem mondom azt, hogy jaj, nem, én csak kis zsenikéket fogok tanítani, mert egyébként borzasztóan izgat is az ember. Tehát nekem minden probléma megoldásától azt gondolom, hogy én is fejlődök, vagy aztán a színpadon azt kamatoztatni tudom, ha megértek folyamatokat, hogyha abba bele tudok nyúlni, hogyha jó felé tudom vinni. Ez egy fantasztikus élmény. Most nyáron egyébként először Füreden csináltunk összművészeti kurzust, tehát mindaz, ami nekem idáig, mint előadó összegződött, azt most megpróbáltam kurzus formájában is továbbadni. Több kollégával, tehát mozgástanár is volt, képzőművész tanár, a Harry Potter fordítója, irodalom és improvizáció, zeneszerzés, és fantasztikus volt. Én megmondom, hogy egy kicsit szorongtam ettől, hogy fog sikerülni, és hát azóta is a gyerekek folyamatosan bombáznak és írnak, hogy ilyen iskola kell, és így kell működni. Olyan szinten terhelhetők voltak ezek a gyerekek, tehát ilyen napi 8-10 órát simán végig dolgoztak. Az egy hét után volt egy koncertünk, ahol már el kellett küldeni az embereket, nem fértek be, és valami elképesztő csoda jött ki ezekből a gyerekekből. És hát
az a létezés, amiben én hiszek, tehát az, hogy amiről már itt beszélgettünk, hogy a koncert az nem arról szól, amiről egyébként általában a konzervatőm, a tanszaki koncertek, hogy kimegy a gyerek, meghajol, eljátsza, lejön, hanem egy létezés a színpadon, és ezt ezek a gyerekek megtapasztalták, és hát azt kell mondjam, hogy végük volt, szóval, hogy igazából valami olyasmit szívtak magukba, amiről mondom, szerintem szól a 21. századi előadó művészet. Ön hány éve fuvolázik? Mikor került a kezébe először? Hát én most már 10 éves voltam, tehát ilyen 30. Pedig nem sokon múlt szerintem, hogy önből író legyen, nem? Ahogy így végig gondolom, szóval az édesapja költő, az édesanyja író, ha jól olvastam, Konrád György, Csóri Sándor, Nemes Nagy Ágnes, igen, Mésző Miklós, nagyon, ilyenek nagyon, jártak nagyon önökhöz. Nagyon erős szellemi közeg volt nálam. Szóval író is lehetett volna önből. A sose motiválta? Soha hát, nem fordult meg a fejébe? Az öcsém, ugye mi négyen vagyunk testvérek, az öcsém volt ilyen, és van is a mai napig, borzasztóan tehetséges, és ő nála volt ez, hogy ő tulajdonképpen ír is, zenét is szerez, rendez, koreográfál, tehát hogy bármihez hihetetlen tehetsége van. Én az igazság, hogy így nagyon hamar kiderült rólam, hogy egy abszolút hallásom van, hogy a zene, hogy állandó, de ha már, akkor inkább a mozgás, mert jártam művészi tornára, és ott is nagyon hamar válogatott lettem, tehát hogyha inkább, akkor inkább a tánc, vagy a mozgás felé, csak hát ugye anyukám még nagyon szerették volna, hogyha intenzíven használjuk az agyunkat, úgyhogy ők sokkal jobban támogatták a zenét, de hát nagyon hamar kiderült ez, hogy ez szintén ilyen sorsszerű nekem, tehát én most így nem tudom elképzelni, tehát ugye írtam is egy könyvet, tehát de hát az is olyan, mint hogy most beszélgetünk, tehát ennek én azt hiszem, hogy úgy irodalmi értéke nincs, ami igazi értéke az az, hogy talán fontos dolgokról sikerült írnom egy pár fejezetet, vagy ami engem foglalkoztat, és nagyon őszinte, és emiatt, aki még engem szeret, vagy érdekli, hogy mit csinálok, az akkor verbális szinten is kaphat valami élményt rólam, de... De ugye az óriási nagy szellemi muníció volt ilyen emberek mellett fölnőni, és ilyen figurák, Konrád György, Csóri Sándor társaságában. Ez úgy kell elképzelni, hogy a kis Esztike ott ült pizsamában és hallgatta a Konrád Gyuri bácsit? Igen? Pontosan, egy szó szerint így van. Tehát könyörögtünk anyuiknak, hogy még ne kelljen lefeküdni, és akkor jöttek ezek a fantasztikus emberek, hát mondjuk akit borzasztóan szerettem, Mésző Miklós, akinek még a 80 éves születésnapján aztán fuvoláztam is, és a felesége, hogy a Polcalen, Csóri Sándor, Őrsi Pista, tehát egészen elképesztő. Hát Konrád György, meg ő egy ilyen misztikus valaki volt, nagyon jobban voltam a lányával, és akkor náluk aludtam is párszor, és úgy mindig emlékszem, hogy Gyuri bácsánk volt egy ilyen dolgozó szobája, és na, oda nem lehetett bejutni, de mindig az a izgalom, hogy olyan ott mi születik. Oda kéne bejutni egyszer. Igen. És nem mentek be soha? Nem láttam? Nem. Hát, de találkoztunk, de ő, ha írt és dolgozott, akkor ott az olyan volt, mint egy szentély, tehát oda nem azért a szülei valamit borzasztó ügyesen csinálhattak. Négy gyerek, és mind a négy, szóval a szakmája jelese. Ugye egyik műfordító, színházi ember is van, díszlettervező. Igen, Horgas Ádám az öcsém, akiről mondtam, hogy ilyen kis mi volt zsenike. A nevelő elv? Szóval mindenki tehetséges valamiben, és ezt bontsuk ki? Szerintem, ami nagyon fontos, és ezt én is próbálom kamatoztatni a lányaimnál, és nagyon szimpatikus számomra, hogy nem volt nálunk kötelező kitűnőnek lenni. Tehát zseniálisnak kell lenni. Ez volt a mondás Horgaséknak, ugye? Igen, a bátyám ettől sokszor ki is akart. Ezen nagyon jól derültem. Ugye nem kell kitűnőnek lenni, igen, csak zseniálisnak. Igen, és nem. Szóval az volt az elvárás, hogy amit csinálsz, abban viszont tökéletes légy. Tehát amikor tényleg először volt a Zeneakadémián szóló este a nagyteremben, mert egy borzasztó nagy dolog volt zeneakadémistaként, és tudom, hogy az évfolyamtársaim is, vagy a barátnőim anyukája is ott volt, meg apa is, egy Jézusom, az Eszterke, így vagy úgy, és anyukám meg apukám természetesen ott szorongatták a kezüket, és izgultak, de hogy közben meg volt egy ilyen, tehát hogy így mondta anyám, hogy hát most az természetes. Tehát, hogy ugye te itt vagy, és ezt csinálod. Tehát Liszt Ferenc kamarzenekar először játszottam Mozart koncertet. És ott ültek, és meg persze, hát ezt választottad, akkor az a legtermészetesebb, hogy ebben a legjobb vagy. És most olyan érdekes, hogy a kislányom, a kisebbik szintén úgy néz ki, hogy ilyen zenészféleség, és ő énekesnő akar lenni. És neki is ugyanezt mondom, hogy Lilikém édesem,
körbe kell nézni a világba. Tehát ha csak fölvész a YouTube-ra, hogy fantasztikus hangok vannak. Tehát olyan úton kell elindulni, hogy te leszel a legjobb. Tehát nem a 10. vagy 20., ami szintén fantasztikus, hogyha mondjuk valaki a világon olyan tényleg eszméletlen, hogy milyen fantasztikus hangok vannak. Ön ez a típus a legjobbnak lenni? Ha valamit elkezdek, akkor abba csak a csúcsot. Hát másképp nem érdemes szerintem. Most aztán utána természetesen már egy bizonyos művészi szint, nem tesz az ember különbséget, most ki a jobb, a Meola, vagy a Natalie Cole, vagy a Rostopovics, vagy a Rámpál, vagy tehát, hogy de hogy magad előtt tudjad azt, hogy mindent megteszel, és még annál is többet. És akkor se leszel tökéletes. De egyébként bennem van tényleg egy ilyen megszállottság arra. Nézd, és rá is látok magamra sokszor, hogy biztos ez talán nem is olyan szimpatikus, hogy annyira én nem bírom elviselni, hogyha egy szösszenet nem sikerül a koncerten. Tehát amikor például pont a Carment csináltunk, ami az egy másfél órás előadás, nem kis szellemi teljesítménnyel, és hazajöttünk a Pulai Horvátországba, Pulai Arenába volt koncertünk, és tényleg 40 percig állva tombolt a közönség, többször végigjátszottam a ráadást. Ott éreztem először egyébként azt, hogy talán amit tudok, azért az sokakhoz szól, mert másnap is sorba álltak a szállodába, hogy ki ez a nő. És amikor hazajöttünk, és végighallgattuk Mikével a felvételeket, és egyetlen egy hanghiba nem volt. Tehát nem tudtunk mit javítani ugye a felvételen. Ilyen hány előadásból fordul elő? Tehát ilyesfajta tökéletesség. 100-ból egy mondjuk? Hát az tényleg egy rendkívüli helyzet volt. Mert tehát ilyen azért nem nagyon van, utólag, ne tudjon az ember. Minden egyes hang a helyén volt. Minden. De nem is voltam egyébként magamnál, és borzalmasan sokat dolgoztam, és ugye az volt a harmadik ilyen nagy előadás ebben a nagy szimfonikus zenekarban, tehát már mert a premierek azok borzasztóan, tehát ott nem bírom, hogy ne leállítani magam, tehát annyira izgulok, meg amikor először találkozom a közönséggel, és ugye mindig azt mondják, hogy semmi nem látszik ebből, hogy te izgulnál, de hát nagyon. És viszont a másodiktól meg tényleg, mint hogyha elvágták volna, az annyira természetes közeg akkor a színpad, meg mindaz, amit csinálunk. Úgyhogy, hát... Azért ön komoly zenészként is borzasztó sikeres volt. Tehát nem volt egy picit, hogy úgy mondjam, merész váltás kilépni a komoly zenevédvonalaimnak? De, és hát nagyon bántott is a szakma, mert tényleg hát a legjobbakkal játszhattam. Fesztiválzenekar, állami hangversenyzenekar, Liszt-Ferenc kamarazenekar, minden hónapban föléptem a Zeneakadémia nagy termébe, teltház előtt, tehát teljesen joggal tűnt úgy a szakmának első rálátásra, hogy most ennek mi baja, tehát miért kell, miért nem, tehát hogy kvázi ilyen kicsit árulónak tituláltak. Ezt meg is kapta? Meg. Nagyon sokat bántottak kezdetben. Tehát, hogy én csak a siker érdekel, hogy már nekem nem elég a Zeneakadémia nagy terem, Erkel Színház kell, már az Erkel Színház elég, Budapest Aréna kell. Azt tehát, hogy minél nagyobb tömegeknek, és hogy csak, tehát, hogy meg könnyű műfaj. Hát sajnos olyan is előfordult, hogy feljelentések is mentek újságokhoz, hogy ne engem futtassanak, amit visszaküldtek természetesen nekem, tehát hogy ezek így azért nem működnek, hála jó Istennek. Mi diktálhatta ezeket a véleményeket, az irigység, jó magyar szokás szerint? Hát irigység is, meg értetlen, tehát hogy nem értették azt, tehát hogy első rálátásra én is úgy próbáltam jó indulaton közelíteni, tehát itt van egy szöke fiatal csaj, most mi ez, hogy most akkor jazz is játszik könnyűt, és mi ez a... Tehát, hogy valaki nem ment el a koncertre, vagy nem... Tehát csak mondjuk a nyilatkozataimat hallotta, vagy azt, hogy most már Budapest Aréna. Tehát, hogy ez egy klasszikus komoly zenésznek, aki megszokta azt, hogyha 1000 ember elmegy a Zeneakadémián, nagy termében ez egy borzasztó nagy dolog, annak, hát, mondjuk például idézek egy mondatot, aki ilyen sikeres, az gyanús. Ezt azért lehet jól is értelmezni, szóval ennél nagyobb dicséretet azért ritkán kap az ember, nem? Szóval ebbe azért... Hát nekem ezek azért fájtak. Fájtak? Persze, hát meg amikor ilyen, tehát hogy a Meola ott van kint a házban, és elmondja nekem, hogy életében nem dolgozott még ilyen művésszel, akit ennyire közel érez magához, és akivel ennyire szellemileg egyet gondol, és hogy tanítsam őt, és én milyen zavartam, mondtam, hogy ne hülyeskedj már, de tényleg, és hogy én, mert hogy ő nagyon sok mindent nem tud abból, amit én
én, és mondom, ne viccelj. És akkor utána pedig ilyen gyalászkodó levelek, hogy én, hogy a Meola azért dolgozik velem, mert én nem tudom, miket műveltem, vulgáris és obszén és ocsmány dolgok, akkor ezek nagyon rosszul. Ezeken már túl van? Már most már bőven. Hát azért most már azt hiszem, hogy 6 év, 23 CD, 6 élő koncertfelvétel, a lemezeim nagy része is élő, tehát azért van egy szint, amikor már az ember. De már meg kell, hogy mondjam, hogy egyébként el is maradtak ezek, tehát hogy egyre többet találkozok. Sikerre nehéz vitatkozni, azt szokták mondani, onnantól kezdve aztán fegyvertelen hát, a, sokan vannak az azért, had. Tehát hogy ez egy olyan érdekes dolog, mert sokan vannak úgy sikeresek, akik plébekelnek, csalnak, nem igazi tudáson. Szóval a mai világban azért nagyon nagy keveredés van. Ezt tudjuk. Tehát, hogy attól, mert valaki népszerű, vagy sok példányszámú lemezt el tud adni, vagy sokan megveszik a koncertjére jegyeket, az nem feltétlenül jelent minőséget, sajnos. Tehát az embernek egyetlen egy dolog marad, az a bizonyos tükör, hogy mennyi, nekem a kedvenc könyvem volt kamaszkoromban, és azóta is megmaradt az Eric Knight-nak a Légy hű magadhoz, és valahogy ez a mai napig bennem van, hogy akár bántanak, akár dicsérnek, itt belül kell tudni az igazságot. Tehát, hogy az a nagyon sok olyan levelet kapok, és megkeresés, hogy ilyen vadul rajonganak, és leborulnak. Az ugyanolyan félre tudja vinni az embert, mint a rossz indulat. Tehát, hogy belül kell szépen tudni, hogy merre akarsz menni, és annak megfelelni, és kőkeményen dolgozni. Akkor, amikor kilépett, ha úgy fogalmaztam előbb, a klasszikus zenevéd vonalai mögül, akkor ott az mi diktálta azt a döntést? Mozartot is meg lehet unni? Nem, én nem unom. Tehát én játszom a mai napig. Egyszerűen hiány, tehát hogy nem vagyok az az alkatú előadó. Nem lehet, hogy ambíciózusabb volt, vagy több volt önben a szó jó értelmébe vett exhibicionizmus, mint pályatársaiba? Nincs anyag. Tehát nem lehet egy életen keresztül, vagy én nem tudok 2 fóla versenyt játszani. Vagy 6 Bach szonátát. Vagy én el akartam játszani Vivaldinak a 4 évszakát, átdolgoztam fólára, ugye, ami eredetileg 4 hegedű verseny, és amikor megkérdezték, hogy ezt nem eredetileg Vivaldi, nem fólára írta, akkor azért ezek nagyon fincsi érzések, meg rengeteg hang volt, meg új dolgok, amit én el akartam játszani, alkotás, ez borzasztóan fontos például, hogy amik itt születnek, tehát egy előadó az a jelenkorban létezik, a jelen emberéhez szól, magához, másokhoz, tehát nem lehet mindig a múlt zenéit elővenni, mert az egy egészen más közegben, egy más időben, más hangokkal, más dinamikával létező valami, mint hogyha mindig múzeumban mennénk, de a teremtés, az újraalkotás, a korral való kapcsolat, az megszűnne. És engem megizgat a mai napig, hogyha ide születtem, ekkor, és ebbe az országba, nagyon sokszor felmerült az életem, hogy elmenjek innen a mai napig, és nagyon sokan mondják, hogy nem vagy normális, miért? És nekem a nagyapám mondta azt, hogy nem véletlenül születünk magyarnak például, és én is ezt gondolom, hogy valamiért ez is egy sors, amit végig kell járni, aztán ha létezik majd más élet, akkor lehet, hogy a következőben más lesz. De most ez a feladatom fuvalával, zenével itt Magyarországon 21. században, tehát ennek kell megfelelni, és ezt kell megtalálni, hogy akkor hogy is van. Egyébként van ön mögött, és ha van, akkor az hány tagú az a stáb, aki úgy kitalálja, menedzseli, létrehozza, mert valami egészen elképesztő, most pár koncertet végignéztem, elképesztő profi, és Magyarországon szinte azt is mondhatom, hogy nagy stílű produkciókat látunk. Igen. Hát az a helyzet, hogy ami nekem biztos csapat és táb, azok a munkatársaim. A hangversenyrendezők, a menedzserek, hát ez a fajta stáb, az nagyon változik körülöttem. 2 okból, mert egyébként erre Meola tanítottak, és szintén azt mondta, hogy ne adjam ki a kezemből. Tehát a fő gondolatok, akár a Carmen, akár a Mária, akár ezeket a nagy produkciókat nézi, azok innen jönnek. Tehát, és ezeket ön találta ki. Aha. Igen. Egy az egybe. És ezek nekem nagyon belső és személyes ügyeim. Most abban a pillanatban, és hát ez nagyon sokszor volt, hogy muszáj volt kihelyeznem és átadnom dolgokat, tehát pont a szervezés kapcsán,
Mégis mivel az átmegy egy ilyen hivatalos valamibe, ezáltal nagyon sokszor sérült, és átmegy bizniszbe. Tehát akkor, amikor a Budapest Arénában bemutattuk a Kárment, és oda bejött 10 000 ember, attól a pillanattól kezdve az előadás, az egy termék lett. És engem ez rettenetesen frusztrált. Tehát itt nagyon sok millió forintról van szó. Olyan munkák benne, mint a hangosítás, mint a fény, projektor, stb., amiért harcok mentek, hogy ki kapja meg, kicsi az ország. És ez iszonyú feszültségeket gerjesztett, amit én nagyon rosszul viselek. És én rendszerint általában ilyenkor kiszoktam lépni ezekből és a dolgokból. A felelősséget átadja másnak, hogy ő döntse el. Hát, illetve mindig újabb és újabb stábokkal dolgozom. Tehát van egy produkció, és akkor megkeresem nem csak a zenészeket, hanem azokat a szervezőket, akiket úgy gondolom, hogy alkalmasak, és jó, hogy megrendezzék. Tehát én nem tartozom azok közé, a művészek közé, akiknek egy fix menedzsere van, és megmondja, hogy mit vegyél föl, mit játsszál, mit csinál. Például ki találja ki? Hát azt is mindig különböző ruhatervezőkkel, de hát a gondolat belőlem jön. És akkor beszélgetünk, és akkor mindig megtalálom rá azt a tervezőnőt, azt a kivitelezőt, aki én szerintem alkalmas. Tehát én minden produkcióra mással dolgozom, mert nem akarok egy gépezet része lenni. És hát ez a világban is egyébként két különböző trend. Tehát van, akik odaadják magukat, és azt mondják, hogy adjanak engem el, én egy termék vagyok, én egy biznisz vagyok, én ebből jól meg tudok élni, nekem nem kell semmivel foglalkozni, és vannak olyanok, mint a Meola, vagy Al Pacino, vagy most egy egészen különböző, akik meg azt mondják, hogy nem, én egy gondolkodó személyiség vagyok, aki saját maga szeretné kitalálni az életét. Tehát... Attól soha nem félt, hogy a növekvő népszerűség, ezek a borzasztó gigaprodukciók előbb-utóbb bedarálják? Nem. Nem, mert én nem akarok minden áron ott lenni. Tehát ha azt érezném, hogy bedarál, vagy nem az történik, ami én szeretek, akkor felállok. Egyébként általában azért mondom, hogy akkor felállok és váltok. És nem érdekel a pénz. És nem érdekel az se, tényleg hát nagyon-nagyon sok millióra mondtam már nemet. És az csak papír. Tehát, hogy ezeket szerintem nem kell ilyen véresen komolyan venni, mert akkor tényleg nagyon nagy zsákutcába kerülhet az ember. És nekem legalább ennyire fontosak a lányaim, a családom, a tanítványaim. Tehát én olyan életet élek, amit egyébként nagyon sokan el se hinnék, és én magam se hinnék el, hogy valaki ennyit jár külföldre, koncertezik, és közben meg, mielőtt ide jöttem, én délelőtt kitakarítottam a házat. Tehát volt, tehát és amikor... Diva metodika megszűnik akkor azért otthon. De nekem ez nagyon fontos. Tehát én nekem fontos az, hogy én leszedjem a kertbe a paradicsomjaimat, hogy otthon megsüssek egy süteményt, hogy jönnek a barátok, akkor főzzünk, isteniéket tudunk például párommal főzni. Tehát, hogy én nekem meg kell tapasztalni azt, hogy milyen anyának lenni, milyen hétköznapi embernek lenni, hogy én lemegyek a közértbe, és akkor én tök jól elbeszélgetek a pénztárossal, vagy akárkivel, mert embernek kell elsősorban lenni. Ön szerint a sikerében mekkora szerepe van annak, hogy gyönyörű? Nagyon sok. Igen? Igen. Kevesen vallanák ezt be. Miért kamúzzak? Ez így van. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek annak, hogy nő vagyok, nagyon sokat köszönhetek annak, hogy meg tudok jelenni a színpadon, és most már nagyon jó, hogy ezt nem szégyellem, azért tudom én egyértelműen ezt mondani. Soha nem zavart a kezdetben se, hogy a rajongás az abban nőnek szól, és nem az előadó művésznek? Hát a Zeneakadémián nagyon sokat bántottak is, hogy ne vegyél föl ilyen ruhát, vigyázni kell, mert meg mindig ott volt a kérdés nagyon sokáig, hogy amikor bejött valaki, és azt mondta, hogy gyönyörű volt az este, és olyan gyönyörű vagy, hogy akkor most ez tényleg, akkor ez mennyire szól valójában annak a szakmai tudásnak, amit én tudok. Még Meolánás, amikor 2003-ban megismerkedtünk, és akkor ugye minden menedzser iroda azt mondta, hogy ez nonsense, hogy ide fog jönni ez a világsztár, és egy számára ismeretlen nővel, számára ismeretlen produkcióba így beleveti magát. És akkor jött, és nagyon sokan ugye mondták, hogy persze, mert meglátta a fotóimat, meg ugye meghallgatta a CD-ket, és akkor tényleg megdöbbentő volt, hogy megkapta rólam az anyagot, és másnap írt egy e-mailt, hogy I want to do it, meg akarom csinálni.
És nekem nagyon sokáig kellett azt, hogy bizonyítsa ő, hogy tényleg azért dolgozik velem a zenémért, és nem azért, mert egy fiatal nővel jól néz ki a színpadon. Tehát, hát ezek, tehát az, a külsőnek mindig van két oldala. De ugyanakkor meg az, hát nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert szerintem ez is egy eszköz, vagy egy lehetőség, hogy közelebb kerüljek az emberekhez. Tehát, hogy az emberek azt szeretik, hogyha fölnéznek a színpadra, akkor nem egy bányarém van ott. Nagyon örülök, hogy megismertem, örülök, hogy találkoztunk. Elrepült az idő, még annyi mindenről szerettem volna beszélni. Hát, de... mondtam, hogy rövid lesz az 50 perc. De azt még megkérdezem, az igaz, hogy imádja a szőkenős vicceket? Miért ne? Abszolút. Hát könnyű, hogy aki okos, az nem veszi magára, gondolom azért. Én amúgy is imádom a vicceket, szerintem a humor az egy annyira fontos dolog, és nagyon szeretek nevetni, és az se érdekel, hogyha ráncosodik tőle a szemem, mert borzasztóan jó dolog. Tehát... És inkább meséli, vagy szereti hallgatni a szőkenős vicceket? Is. Melyik a kedvenc szőkenős vicce? Fejezzük be ezzel? Hát várjon. Hát talán a vonatos. Én aztán sok viccet nem ismerek. Amikor megy a vonat Debrecen felé, és akkor megkérdezi a szőkenő a kalauzt, hogy legyen kedves megmondani, hogy ez a vonat Pécsre megy. Nem, azt mondjam, ez a vonat Debrecenbe. Na, léci. Csókolom a kezét, örülök, hogy itt volt. Én is.